the night, a rider came from the ocean. Was it just imagination made me fall in love with a perfect stranger? A Motorshow egy robogós rovat támogatója a robogomagazin.hu oldal, ahol folyamatosan frissül a robogós, bringás és Simpson rovat. Szólj hozzá te is! A robogomagazin.hu webshopjához 2000 négyzetméteres, több mint 10 000 terméket tartalmazó raktárkészlet biztosítja a folyamatos termékellátást országos viszonteladói rendszerrel. Robogomagazin.hu, legalább 2 kerékkel több! Proptech szerviz és tuning műhely, általános motorszerviz, teljesítménymérés, gyorsasági, cross és gyorsulási versenymotorépítés. Kispataki Viktor Superbike VB versenyző ajánlásával. Proptech szerviz és tuning műhely, Esztergom Kertváros, www.proptech.hu. Ha csak egy dolog érdekel, ha nem beszélsz másról, ha nem is gondolsz másra, csak a motorozásra, akkor eljött a te napod! Ott vagyunk minden kanyarban, a legjobb motoros bulikon. És aki a gázkart rángatja, nem más, mint Dodor, a digitális csukló. Ez a Motorshow 1! Sziasztok, a Motorshow 1-et látjátok, körbe kerültük az országot, gyertek velünk Székesfehérvárról, a Putolány Száva Robogó Rócsó harmadik állomása zajlott, és egy igazi szántos őrület lett az esemény vége. Ellátogattunk Kumadarasra, hogy megnéztük, hogy miket lépnek a dragok és más kategória nagyon gyors motorjai, most pedig gyertek és benézünk a Proptech Tuning műhelybe, ahol szétreszelünk egy blokkot. Elmúlt két rovatban csak elektronikai tuningot mutattunk meg nektek, viszont eljött az ideje, hogy komoly mechanikai beavatkozásokat is láthassatok. Amikor az egyszerű tuningokon túl vagytok, kipufogó, kipufogó rendszercsere, lánckerékcsere vagy elektronikai állítások, akkor jön a komolyabb tuning, a reszelés. De mit értünk reszelés szó alatt? A szériában gyártott motorkerékpárok hengerfejét, forgattyúsházát ezzel a jó kis morróval átalakítjuk úgy, hogy áramlás technikailag tökéletesebb legyen. Amikor reszel az ember, tehát megmutatom neked, bedugja ezt az eszközt, és elkezdi tágítani a lukat. Mint a nőgyógyász. Csak a nőgyógyász onnan tudja, hogy meg kell állni, hogy a nő elkezd sikítani. De ez a blokk ez nem kezd el sikítani, tehát honnan nem, tudjuk azt, hogy ez rajta, elég? Tehát, hogy egyenesen jusson be a közeg az égéstérbe. Tehát, mert gyárilag nem az. Ja, értem, itt a... Aha. Például van egy púp, azt leszedjük, itt ezt az oldalt meg... Ja, értem, tehát körbe a falat akkor nem tágítjátok, hanem csak ott a mindenféle kitüremkedő. Igen, vagy például a szelepnek a nyitását alul elősegítő élet, itt feltöltjük gyantával. Aha, és akkor, amikor ez le van reszelve, akkor mi történik? Az miért lesz jobb, vagy miben változik a motor? Nőni fog a teljesítménye. Legutoljára hajléktalan konyhán sorakoztak ennyien a kajáért, mint hogy megláthassuk, hogy áll itt a gyantázás félúton. Ez a munkafolyamatnak a hány százaléka most körülbelül? Ugye ki lett köszörülve az előbb, most le van gyantázva, és azt még meg kell várni, hogy megköt, azt utána gondolom ezt ki kell finomítani. Ha mákunk van, akkor egy rétegbe. Mák is megy vele gyantam elő? Szerencsénk van, akkor a kollega egy rétegbe felbírja hordani azt a réteget, amivel a közeget a dugattyúnak a lehető legmélyebb pontjára tudjuk irányítani, azaz inkább a hengernek a legmélyebb pontjára tudjuk irányítani, mert minél távolabb megy az égéstérbe a közeg, annál kritikusabb, hogy be is jut oda. Tehát fel kell gyorsítani a közeget, ezzel a speciális anyaggal feltöltjük a szívócső csatornát ott, ahol mi úgy gondoljuk, és ezáltal a közeg jól felgyorsul, és ezért nő a motornak a töltése magas fordulatszámon. A hengerfej reszelése után is jó pár alkatrész van még, amit módosítani lehet egy motoron. Itt egy vezérműtengely látható, ami minek a vezérműtengely és mi lesz vele? Ez egy GSX-750-es szívú vezérműtengely. A gyári lánckerekét fogjuk bizonyos mértékig lepréselni, elforgatni és visszapréselni. Ezáltal más karakterisztikai motort fogunk létrehozni.
Ez a két kis rovátka jelzi a megadott értéket, amit elfordult, amit elfordítottál a lánckeréken. Ez mennyi? Milyen értéket? A tengelyhez képest vezérmű tengelyfokban 2,5 fokkal tekertük el ezt a lánckereket a tengelyen. Ez főtengelyben ugye duplán jelentkezik, 5 fokkal változtattuk meg ennek a motornak a vezérlését. Mi az, amivel most ennek a motornak a működése változni fog? Ezt nyomaték hangolásra kérték, ezt a mocit alul jobban fog húzni. Na nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a főtengelyt, hogy mi az, ami eltűnt róla. Hát gyakorlatilag mindenféle nagyobb súlyvég az leugrott róla. Ez egy CBR1000-es főtengelye, aminek van másodlagos kiegyensúlyozó fogaskereke is, ezt gyakorlatilag leköszörültük róla. És a sonkákat, amik a motorba kiállnak, azokat leköszörültük és áramvonalasítottuk. Itt gyakorlatilag a nyugvó csapágyakat terheljük túl, ez a technika mindösszesen 150 km bírt. De jól ment, gondolom. Igen, örültünk neki egy darabig. Amikor a henger fejjel meg vagyunk, illetve ugye a főtengelyen is túlléptünk már, akkor mi következik? Menjünk a blokkba lefelé, bármilyen furcsa, de ott is lehet teljesítménynövekedést elérni. Ezen a hengeren például a henger hüvelyeknek az alját felcakkoztuk, hogy a egymás mellett működő dugattyúknak az alászellőztetéséről gondoskodjunk. Aha, és akkor mi az eredmény ennek? Tehát mi a végeredmény, amikor az így ki van tágítva? Bármilyen furcsa, de egy motorkerékpár a forgattyúsházban kétszer annyi levegőt cirkulál, mint amennyit nyel, mert ugye a dugattyúk minden egyes fölle működés alatt átventilálnak egymás közt. Ha ezt könnyebben teszik, akkor teljesítmény többletet érünk el. És amikor már minden reszelésen túl vagyunk, akkor még van még mindig hátra egy karter ház, aminek az alját ugyanúgy átszellőztetjük mindenből a hengernél. Tehát gyakorlatilag az összes élet áramlás technikailag útba lévő felületet legömbölyítjük, hogy az alsó lélegzése a motornak könnyebb legyen. Ezek a tuningok, amin most itt végigmentünk, hogy hengerfej, főtengely, hengerfal, blokk, mennyi lóerőt tudnak hozni az eredetihez képest? Egy full szériát nekiállsz, szétkapsz, elektronikázol, kipufogózol és rommel reszeled, akkor mennyi teljesítmény növekedést hoz? Százalékban egy 20-25% az a maximum. Tehát az mondjuk egy 1000-es motornál, ami 200 ló, akkor azt egy 40 lóat rá lehet dobni? Rá lehet rakni azért meg. Általában fullos versenyzőknek a megbízásai, ezek Kispataki Viktor, Vida Tibi, az olyan motorjaikat készítettünk mi, de bizonyos mértékig a hobbistáknak is a motorjait megváltoztatjuk, attól függ, hogy mennyi a költségkeretük, és nekünk milyen lehetőségeink vannak. Nem titok, hogy a Kispataki Viktort ti készítetek, illetve ti segítitek a Superbike VB-n való elindulása ismét. Ugye hasonló tuningokat készítetek elő neki? Igen, tehát az önmotorján mindent megcsinálunk, amit csak lehet, és amit a szabályok engednek. Szeretnék egy plusz 5 lóerőt összeszedni még a tavihoz képest, és a súlyjal megközelíteni a minimális lehetőséget. Hát legyen így, és ha kíváncsiak vagytok, Viktor, akkor júliusban gyertek ki velünk Brunóba, és szurkoljunk a magyar indulónak a Superbike VB-n. Köszönjük nektek itt a tuning segítséget, és hát szurkolunk a Viktornak, meg nektek, hogy sikerüljön. Június 23-án a Decibel mérő Kúmadaras közelében teljesen kiakadtak. Az ok egyértelmű. Idén második alkalommal pörgött fel a homokóra, azaz az 1 négyzetméter első fordulatszám 5000 kilométeres körzetben sehol nem volt magasabb. Megrendezésre került a Kúmadarasi gyorsulási verseny. Forróság elöntötte a kifutópályát, az utolsó betondarabon is verseny zajlott. Autós, motoros gyorsulás, drift, stunt, mint egy hullós fagyikehely a nagy motoros tölcsérben. Motoros ékházatáján a szűkre szabott másodpercek a competition kategóriában születnek, azaz a dragbike-oknál. Borsai, Matusik, Varga, Lázár, Szűrszabó, Kohári, Gál nevek egyet jelentenek a libabőrrel. Ha ők állnak a radnár, akkor megnő Kúmadaras aurája. Nagyobb elvárásokkal jöttem a mai futamra, sajnos vannak technikai problémák, ami miatt nem fognak teljesülni, az biztos, inkább teszt lesz a verseny vége. Legfőképpen az a probléma, hogy a turbónyomás nem épül föl, illetve futam közben elmegy, és nem tudjuk pontosan, hogy mechanikus vagy vezérlési probléma van. Nagyon jó időm van, örülök annak, hogy végre nincs 34-35 fok, és sikerült az első kvalifikáción egy nagyon jó időt mennem, ami saját rekordnak számít, vagyis 7,9-0. Nagyjából vagy a negyedikben, vagy ötödikben már nem tudtam váltani a gépet, kétszer rányomtam a gombra, és úgy gondoltam, hogy jó, akkor kuplunk behúz és kigurul.
sikerült megoldani ezt a problémát egy kis hegesztéssel. 7-8-as időt mindenképp, mivel most úgy nézem, hogy egy kicsit még hátszél van, ami nekünk meg nagyon jó, és plusz jobb beállításokkal megyek mint eddig, és én ezt a rekordokat várom. Remélem, hogy sikerül most a dobogós helyezést megcsípni. Ha minden igaz, akkor most minden jól szuper áll a motoron, úgyhogy nyerni akarok. Jó ez a ragas, nagyon jó. Főleg a tegnapi eső egy kicsikét lemosta róla a port. Ugye a pálya szélén ugyanúgy a por az van most majd leragadt, de ezáltal most tiszta a pályánk. Tehát a legjobb így, ami most lehetett volna. Idáig nagyon jól állok, tehát a kvalifikáción a második helyen állok egy 8-8-os eredménnyel, ami ezzel a motorral nekem most az új csúcsom. Ez a motor ez teljesen idén épült az egész, tehát A-tól Z-ig idén épült. Ez a 8-8-os idő most ezzel a motorral a legjobb időm. A tavalyi másik motorommal 8,48 másodpercet mentem, 255-öt. Ezzel most 245-öt mentem és 8,8-at. Hát... Én azt mondom, hogy minimum a második hely meg lesz, Andit elég nehéz megfogni, eléggé kifort motorja van, meg egybe van, meg ő is nagyon könnyű, tehát nagyon szerencsés helyzetben van, de én nagyon boldog vagyok, hogy ez a motor is kezd így összeállni, hozza az időket, úgyhogy jó úton járunk, jó úton vagyunk. Ez egy funny bike típusú motor, vagyis egy funny bike osztályú drag bike. Erről annyit kell tudni, hogy kitámasztóval rendelkezik, teljesen egyedi az egész motor, egy 1360 köbcentis Hayabusa motor hajtja, ami csak kívülről Hayabusa, belülről teljesen egyedi alkatrészek vannak, gyakorlatilag csak a főtengely maradt meg benne, a váltó az 6 sebességesről 3 sebességesre lett kicserélve, a hajtókarok titán ötvözetesek, a dugattyúk is kovácsolt alumíniumból készültek, az egész hengerfej át van alakítva. Ez egy turbófeltöltős motornak van megcsinálva, ezért is funny bike osztályú az egész motor. Azt kell tudni róla, hogy a teljesítménye 350-től 450 lóerőig állítható a turbónyomás függvényében, tehát akkor mikor mennyire van szükség, ez a pálya tapadásától, a páratartalomtól, hőmérséklettől, ennek rengeteg összetevője van, nagyon sok mindentől függ. A váz az teljesen egyedi és teljesen saját gyártású váz, ezt a Heltuning csapat csinálta, közelebbről én. A kitámasztót, a vázat, a burkolatot, azt mindent mi csináltuk, tehát teljesen magyar gyakorlatilag az egész motor. Az első kerék, ugye, mivel ez egy drag bike, itt nem nagyon sokszor nem éri a földet az első kerék, ez egy nagyon vékony slick gumis első kerék, nagyon kicsi a tapadási felülete, nem is kell nekünk szinte, gyakorlatilag a pálya vége fele, közepe fele ér először a földhöz, hogyha jó minden. A hátsó kerék viszont az 12 col széles, tehát 30-32 cm széles a futó felülete. Ez egy speciális direkt erre a célra kifejlesztett gumiból készült, egy direkt erre készített felnin mozog. És hát van egy kitámasztó, ami a hátracsapódást gátolja meg, a motor hátracsapódását, ugyanis itt teljesen full gázon indulunk el, kidobjuk a kuplungot, jelen esetben én nem dobom ki a kuplungot, mert ez egy ilyen automata speciális drag kuplung, tehát én csak egy gombot engedek el, egy elektronikus gombot, és a motor elindul teljesen magától. Hát a gyorsulás az eszméletlen, tehát iszonyatosan kapaszkodnom kell rajta, gyakorlatilag olyan, mintha egy intercityt meglasztóznám. Oh, my God.